hogy hogyan sikerült megfogni ezt a halat. Reggel korán nyitásra érkeztem a tóhoz, ekkor körülbelül olyan 6 óra lehetett, kiváltottam egyet, levittem a horgászeretni, akkor már jött fel a nap, beszélgettük a szomszédait, elég nagyon jó idő volt kezdetben, nem szállt le a pára. Viszont az, amit bekövetkezett, nagyon leült az idő, tényleg termoruhában is fáztam, most ide bevágok egy képet. Elég kellemetlen volt az eleje, halak sem voltak nagyon kapókedvüknél, hiszen 2 darab kisebb pontyot sikerült fognom nagyjából 5 óra alatt. Próbálkoztam kukoricával, bojlival, tényleg mindent feltettem, de hát valamiért nem sikerült. Az etetőhajba is mindig különböző helyekre húzkodtam, különböző távolságban próbáltam keresni a halakat, ha már ők nem jöttek az etetésre. Fogtam egy 5,3-as és egy 6,6-os pontyot, utána pedig szerintem 4 óráig még csak moccanásom sem volt. Egyik barátom horgászott az 5-ös álláson, átmentem hozzá egy baráti beszélgetésre. Körülbelül 40 percet voltam ott, tényleg szadóbevő meg se szólalt. Visszamentem a horgászállásra, az egyik botomat le akarom frissíteni, kezembe veszem, megrántotta a hal a kezemből a botot. Jól mondom, bevágok, megvan. Akkor jöttek le pont osztálytársaim, segítettek meríteni minden. Akkor sikerült fogni egy 16,8 kilós pontyot. Közben elfüstölt ugye a másik botom, természetesen visszaengedtük gyorsan a halat, bevágunk. Elkezdődik a fárasztás, tényleg érezni lehetett, hogy azért nagy súly van rajta, de semmi a heves ellenállás nem mutatott, hogy hú, akkora hal lenne, csak a nagy súlyt lehetett érezni. Simán húztam ki a partig, mert fejrázás ugye nem volt. Akkor is, amikor felhúztam, akkor láttak itt egy hatalmas hal, meg ugye a jellegzetes pikkely mintázata volt, hiszen többen megfogták már a tavon, volt 25,6 kg, 23,4 kg, 27, 30. Akkor már tudtam, hogy egy nagy hallal és bőven a rekordommal van dolgom. Nem gondoltuk, hogy ekkora súlyban lesz. Ketten emeltük ki a vízből, ide be fogom vágni sorba a képeket a fárasztástól a mérlegelésig. Ketten kiemeltük a vízből ezt a hatalmas halat, és a matracban láttuk, hogy tényleg ez hatalmas, de akkor nem gondoltam, hogy 25 feletti lesz. Elkezdődött ugye a mérlegelés, hárman próbáltuk meg felemelni, úgyhogy ne remegjen, tehát ugye most egy kör alakú mérleget felemelni, úgyhogy ne remegjen, ugye az nagyon nehéz volt. 26,9 kilót mérlegeltünk, ez körülbelül 10 embert ugye hitelesíteni, nagyon sokan voltak ott, átjöttek tényleg a szomszédok is megnézni, és köszönöm nekik a segítséget, hogy lefényképeztek minket. És akkor így van, egy 26,9 kilós pontyot sikerült fognom, egy 20 mm-es hempnatti ízesítésű bojlival, és az etető hajóba is ezt az ízesítést szórtam. Sorba bevágom nektek ide a képeket, ez életem hala, ennél lehet, hogy a büdös életben nem fogok nagyobbat fogni, szóval tényleg nagyon örülök neki, és úgy érzem, hogy célba értem, hogy megértem minden befektetett idő, pénz, munka, vízparton töltött fázás, megsülés, úgyhogy tényleg teljesen boldog vagyok, úgyhogy innentől mehetnek a következő célok. Befejezésképpen pedig egy gyönyörű szép panorámát láthattunk. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára és nyomjál egy lájkot, kövess be a Facebook, az Instagram oldalt és még sorolhatnám. És köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!